Minden elismerésem a játékosainké, mert hihetetlen nagy dolgot hajtottak végre. Erre készültünk, hogy nagyon alázatosan és óriási odaadással fogják ezt a mérkőzést az első pillanattól az utolsóig megcsinálni. És természetesen bíztunk abba, hogy ez elég lehet egy jó eredményre. Nagyon nagy képűség lenne azt mondani, hogy itt össze minden áron a győzelem, de természetesen ezt az újpestes érzést, amit én megtanultam az első két évadomban, vagy időszakomban, akkor ez egy picit azért elsajátítottam, és ezt a fajta érzést akartam átadni a játékosoknak, hogy higgyék el, hogy mi az Újpest vagyunk. És hogy az, hogy itt volt mellettünk a közönségünk, és ők voltak ma a 12. játékos, plusz a padon az egész stáb, úgyhogy hihetetlenül akarta mindenki, és ilyenkor van egy csapatnak picit szerencséje is, meg mindenféle dolog összejön, de érzésem szerint nem volt véletlen a győzelem, és nagyon büszke vagyok a játékosokra természetesen. Pontrugásban meg hihetetlen erős a Diós Győr, ezért volt talán nagyon-nagyon örvendetes, hogy amikor megkaptuk az egyenlítő gólt, akkor mi is pontrugásból tudtunk újra előnyhöz jutni. Ez egy nagy dolog egy ilyen jó erőkből álló Diós Győr ellen, akik tulajdonképpen hihetetlen jól játszottak, és sok helyzetet is dolgoztak ki ők is. Hát akár csak gondoljunk 0-0-nál Banainak a hatalmas védésére, vagy a mentések ott az alapvonalon. Tehát hogy az nagyon benyomtak oda bennünket, de erre azért valamennyire tudtuk és felkészültünk, és az, hogy 5-6 csatárral is támadott a Diós Győr, és nekünk egyszerűen vissza kellett menni védekezni, hát látjuk a nemzetközi trendet is, hogy itt hiába mondom én, hogy 4 védővel akarunk játszani, amikor betolnak oda bennünket, és ott 6-tal is voltunk, meg 7-tel is. De onnan ki tudtunk jönni, és azért megvolt a labda, tehát az egyenlítő gólunk előtt is voltak olyan minőségi labda birtoklásunk, amivel mutattuk, hogy nem estünk pánikba, hogy éppen egyenlített, talán azt hiszem az 5. percben, a 2. félidőben a Diós Győriek. Úgyhogy talán ez volt nagyon jó, és tudtunk váltani egy picit, és a beszálló játékosok is, most Franklinre gondolok, aki hát nem szerettem én se játszani ilyen nagy darab feka ellen, aki ott megtartja a labdát és megcsúsztatja. Szerintem kulcsa volt, hogy ő be tudott jönni, és ott egy szerkezeti váltással hihetetlen labda birtoklást tudtunk elérni, akár általa is. És ugye erőn felül az biztos, de hát ez a fajta akarat, erre azt hiszem borzasztóan büszkék lehetünk, és tényleg, ha édesapám látta ott fönt, akkor az biztos, hogy ő is büszke lenne.